A Balla DSS sportolói az idei évben is számos hazai versenyen állhattak fel a dobogó legmagasabb fokára. Emellett nemzetközi szinten is ott voltak a legjobbak között. Jó példa erre Pente Kevin, aki a berlini nyári világjátékokon 400 méteres síkfutásban első, távolugrásban negyedik lett. Az egyesület vezetőjétől, Sautner Mihálytól megtudtuk, a vármegyei elismerés már második alkalommal került pápára. Az idei évben a speciális sport kategóriában Pende Kevin lett Veszprém megye sportolója, és én, mint az edzője, én is elismerésben részesültem. Sajnos nem tudtunk részt venni a díjátadó ünnepségen, mert akkor éppen versenyen voltunk, egy floorball versenyen, de nagyon örültünk neki, és meglepett bennünket, hogy megyei szinten is számon tartják eredményeinket, és egy ilyen kitüntetésben részesítettek bennünket. A tavalyi évben is a Kevin és a Cinkán Olivér a nemzetközi versenyeket eredményeik miatt részesültek ebben a díjban, de valóban a korábbi években ebben nem volt példa, hogy a mi iskolánk sportolói ilyen elismerésben részesültek. És neked hogy esett, hogy díjaztak az évedzőjeként? Én azt gondolom, hogy az ilyen díjaknál mindig az elismerés, hogy az embert méltónak tartják rá, és egyáltalán felterjesztik rá. Az egy másik dolog, hogy el is nyerheti, tehát akik döntenek ez ügyben, hogy kinek ítélik oda, méltónak találtak rá. Én nekem legalább akkor a dicsőséget jelent, hogy valaki gondolt arra, hogy én erre méltó vagyok, és felterjesztett erre a díjt. Hogyha már elismerések, ugye az év sportolója gálán a 10-es listában 3 Balla DSS sportolói szerepel, kik ők, és mit lehet erről a díjról tudni? Ez az Országos Sportcsillagok Gála estjéről beszélünk, ahova a 10-es listába a fogyatékos sportolók között bekerült Pente Kevin az egyéni díjra jelölték, tehát ő bekerült a 10-es listába, illetve az egyesített labdarúgó csapat is a jelöltek közé kerül, és ott 2 sportoló partnerjátékosunk, Pődör Patricia és Szücs Laura is az egyesített csapat tagja. Az esélyekről én azt gondolom, hogy már ez egy akkora elismerés, hogy egy országos díjátadó gálának a legjobb 10 éve bekerült 3 sportolónk, ez mindent visz, hogyha szabad így kifejeznem magamat. Ugye ez úgy zajlik, hogy egy szakmai zsűri dönti el, hogy ki az a 3, akit magára a gálára is meghívnak, és ott fogják majd kihirdetni az egyéni, illetve a csapat győzteseket. Nem tudok nyilatkozni, mert nem volt még ilyenre példánk, de ez is egy óriási elismerés már számunkra. A Balla DSS versenyzői mellett az év sportolója gálán Gelencsé Róbert is ott van a legjobb 10 között. A listát december 28-án szűkítik 3 főre.